call a cow that only has its left leg. I know this one, but I'll let you know. If you don't even call. What do you think? It's a couple of unhealthy people. Yes? Hello? Hello? Szervusz, Máriám! Ne zavar! Nem aludtam, mondom, hogy nem. Várom a szerelőt. Most az zuhany veled, mi szó is? Ó, szegény, mert keveset mozogsz meg az a nagy meleg, de azért ne szégy bevéde. Jó, értem, persze, mondhatod, segítek. Színész is volt, pénz is volt, több betű, garas, egyessel. Garas, Dezső! Ami képes, az a seres, az meg erő, igen. Huszkáján operettje, a baba már kijött három betű híve, nem Alibaba, girl, gaming görög. Ja, tudom, hogy nem görög, hanem török. Jaj, ne haragudj, megjött a szerelő. Ja, és ne rúgasd annyi, pásliszt, és tartsd vissz szintesen. Igen, pásli, öbötő, na szervusz! Yes? Gyere csak, Irénkém, nyomom! Jaj, hová tettem a vasalót? Ó, persze. Jaj. Ó, hát ez is bedöglött tegnap. Múlt héten a mosógép, tegnap meg ez. Előtte meg a hajszárító. Na, sőtse. Persze, Made in China, ez is. Na, nem vagyok meglepve. Hová is tettem a jóvállási céglát? Gyere csak! Nyitva van? Szervusz, Emma! Egy kicsit korábban jöttem, ugye nem baj. Szervusz, Irénkém, dehogy. Még látszik egymást. Hogy nézel ki? Köszönöm, te se panaszkodhatsz. Hát továbbképzésem voltam, te meg azon a forgatáson, ugye, de hát hiába dolgozó nők vagyunk. Rögtön indulhatunk az uszodába, csak erre meg kell várnom a szerelőt. Minden percben így lehet tudod, bedöglött a zuhanyom. Hozzá pedig egy kávé. Az jó lesne. Oh, persze! A kávéfőzőm is rossz. Na, gyerünk! Pótoljuk két stampegyibe. Jó. De csak egy kortyot. Mert ma este még vezetnem kell. Jó, akkor csak tényleg egy nagyon kopicsit nyom. Jó, akkor egészségedre. Egészségükre. Ó, jó. Próbáld már? Nem, kérlek. Próba felvételem. Ó. Valami tévésorozat olasz bevándorlókról, és én lennék a nagyhatalmú családanya. Hát, szóval most egy sorozat? Hát, játszol abban a magyar darabban, lesz az a tévé, a filmforgatás, ja, meg az az angol végjáték, hát nem lesz az egy kicsit sok? Á, nincs nehéz dolgom. Na, hogy? Érdekes nőket játszottak velem. Te, Irénkém, megtennék, hogy végszavazol. Tudod, átkéne ismételnem azt az angol darabot. Ja, azt a mégben mindenképpen előkelő. Halló, kérem, fogasson be, ebéd után kikocsizom. Azaz! És én vagyok a Milady a kentírósától. Látod, ezeket a végszavakat kellene bemondanom, az én szövegemet van húzva színessel. Jó, és mik ezek az ábrák itt a lap szélén? Bejelölök mindent a példányomon, úgy jövök be, mikor kell lejönöm, melyik mondatnál kell, bum, fejbe vágnom. Lord Chichester a virágvázára. Hát érdekes, az előadáson nem minden olyan természetes. Hát lenyúlsz, de azt nem adják, így ezt nem kezdjük hozzá. Én így bejövök és azt mondom, would you like to have a Thanksgiving dinner with me and my family in Huddersfield? I'd really like that, madam. Hát, well, szép kis Milady itt a vasaló deszkával. Anyway, but we never talk about your cousin Sir Mortimer. Jó mondom. Hát, Nini, hiszen ez te vagy meg a Bérces Károly.
hogy ez mekkora szár volt, hány éve? Hány éve hagyjuk. Well, anyway, but we never talk about... hogy egyetlen szerelmemnek, Emmának sírig tartó hűséggel tartsi, 1900... Ne folytasd! Hol én fel lehetett. De hogy minden... Hogy minden lett ebből házasság? De ha a végszavazás helyett a őstörténettel akarsz foglalkozni, akkor rám ne számíts. Hát, hol késik már ez a szerelem? Hogy várjál, hogy összehassuk egyet, és most itt kell szobrozni, mert egyesek nem ismerik az órát. El kellene egy férfi a háznál, az legalább rendbe tartaná a dolgokat. Hogy is ne? Hogy a csapcsöpögése helyett a borkolását kelljen hallgatni. Megjavítja a vasalót, utána megvasalható a kéteit. Köszönöm, elég volt már nekem a páros élet. De mi van veled? Nem ismerkedsz már vele valakivel a könyvtárban? A könyvtárban, ahol tilos a hangot beszél. És egyébként is, ugye oda csak unatkozó egyetemisták és álmos nyugdíjasok járnak. Na, no please. De nem adom föl. Ne is, inkább egy hirdetést adj fel. Csinos és művelt hölgy, kulturált urakkal ismerkedne, jeliget? Párosan szép az élet. Jaj, ne hülyéskedj. Én nem szégyellem be valami, hogy gyűlölöm a magányt. Tudod, milyen szörnyű az, hogy hazamész a könyvtárba, és minden mi van a lakásban, ahogy azt reggel hagytad. Aztán már ki sem kell nyitni a szállat másnapig. Nem tudom, te hogy bírod ki társnél? Társnél? Mikor vagyok én egyedül? Szerintem meg egyáltalán nem olyan szörnyű, mert senkinek jól a dolgaim, hogy legalább megtalálok mindent ott, ahol hagytam. Jó, de nem zavar az, hogy nincs kihez beszélni? Egyáltalán nem. Beszélek én magamban eleget. Majd beleörül a magányba, meg ott a gomba. Szegény florinai barátnő keresztrejtvényeket fejt, és aki szól vele, kirabírozza az egészet, aztán két év múlva újra kezdik. Na, de legalább erre jó, hogy olyan feledék. De te még nem tartasz itt? Hát, kösz szépen. Ismerkedni mindenhol lehet. Van elég férfi a városban. Én nem tudnék kanadai férfivel együtt élni. Ezek csupa idétlen dolgokért lelkesednek. Dobozos sörrel a kezükben, szurkolnak a tévé előtt, mert néhány türge, jéger alsóban, kusánggal a kezében próbál eltalálni egy labdát. Vagy azért üvöltöznek, mert a kedvenc csapatuk korcsolya nélkül, félcipőben csúszkál a jégen. Kocsognak, mint a pingvinek, és sikáját bejeget egy tüzéjel. Hogy hívják ezt? Ez köri? Curling? De van olyan férfi is, akit nem érdekel a sport. Hát akkor meg kártyázik. Vagy elcipen mindenféle kocsmába, ahol barna sört mérnek, és azt kell nézni, hogy hogy táncoltak az ősei. Meg lehet ezt szokni? Nagyon sok nőnek sikerült. De én nem akarom megszokni azt, hogy bemegy előttem az ajtón, mert egyenjogúságban. A fizetésen ugyan nem látszik ez a nagy egyenjogúság, de a vendéglőben elém tolja a számlát, hogy fizessen ki a felét. És akkor még egy rendes pasi, ha csak a felét. És én nem akarok azon veszekedni, hogy miért nem díszítem fel a karácsonyfát november közepén, és miért kellene már kidobnom szenteste előtt. Én a névnapomra szeretnék ajándékot kapni, nem pedig Valentine Day-re. Meg kéne már szoknod lassan, hogy itt mások a játékszabályok. Hát, otthon azért egészen más. És ott nem is voltam egyedül, mert ott még mertek ismerkedni a férfiak. Itt meg? És hogyha van valaki, akkor tudod, hogy miről beszél a másik. Érted, hogy mit mondok? Persze. Jól elkanyarodtunk a Kenti grófságtól. Meg szerintem a hétköznapok is érdekesebbek. Meg a kultúra is más. Nekem legalábbis. Szerintem itt mindenki álmodozik, de na, előbb-utóbb úgy is leszokik róla. Álmokat kérgetünk, azt mondod? Ja. Annak idején meg engem kérgettek. Szinte rendszeres volt, hogy egy férfi jött a nyomomba. Igen, annyian hajlottak rád. De nem a táskámat akarták mi manapság. Tárna fogni. Előttünk az élet, meg az uszoda, hogy jöjj, az a jó. Itt a szerelő. Yes! Persze, hol vagyok. Hát anyukám, te életed, ez nem a csőszerelő, már tudom én.
Ups!
A láb messze van a fejtől, de én nem vagyok szomorú ettől. És higgyék el, nem tréfálok, de néha fáj, mikor járkálok. Esvényként, mikor remegnek az árnyak, ugyanezt teszik a viszeres lábak. Hát ennyi. Thank you.
Ez az új készítmény a Brunzolin, 12 bérőttem tartalmaz, és csodálatos a hatással mesélem. Szóval akkor ettől mesés vesénk lesz? Nem egyszerűen kérem, az egészségünk nem tréfa. Saját példámmal igazolhatom, amióta ezt a vitamin szedem, mintha kicseréltek volna. Mivel? Hölgyém, hát ez a szer 20 évvel megfiatalítja az ember. Meghosszabbítja az életet, és aki eszedi, elérhet akár 120 évig is. Húha! Akkor ez azt jelenti, hogy 120 éves koromban letagadható 20 évet remekbeestetik a mindenmatos állambomlani fotitálat. Megúnyolod. Teljesen ki vagyok. A héten még nem adtam el semmit. Pedig mindenkinek kutya kötelessége lenne óvni a saját egészségét. Hát, itt kedves kérlek fejebb egy nyomotárt. Minden áron cigizni akarsz, csak az erdélyt tudom javasolni. Az egyébként nagyon egészséges, a friss levegő miatt. Hát, tudom. Két utamén közt egy-egy sok nem nagyon fél össze, de hát... csinálják. Ez a mindennapi hajszat teljesen ki. Ha ideges vagyok, úgy szívom azt a rohadt cigit, hogy szinte bevarrhat hátul a fejem. Az a helyzet, hogy nem erre számítottam, amikor kijöttem. Azt hittem, hogy majd tudom használni a diplomámat, de tévedtem. És nem csak én azt hiszem. A mókus kerékhez. Szívemből szól, kedves Soma. Hát ez van. Viszont. Ha megnyerném a lottót, én megmutatnám, hogyan kerüljön. Egy évből 6 hónapot itt töltenék a városba, a másik 6 hónapot odahaza Magyarországon, a harmadik 6 hónapot meg... Na várjunk, csak várjunk! Az ugyebár 18 hónap, és egy évben pedig csak 12 hónap van. Szegények. Na, például szegények! Nézzet van, akkor mindjárt más. Hát, ebben lehet valami. De ahogy most hallgattam ezt a fiút, rájöttem, hogy meg kéne zenésíteni a lábcím. Kérlek, te még nem is tudod, miről maradtál. Már hallottuk a művet. Szívesen felolvasom. Tulajdonképpen még az első felolvasás hatása alatt. Akkor esetleg a vígához, amint láttam a szerelőt. Már még pillanatban betoppanva. Na. Én kifüsöltem magam, vagyok és rájöttök. Hol van az az RPG? Arra. Csatlakoznék, hogyha megengedett. Mit szívsz? Saját szigilet lehelyünk. Mit szed? Nekem csak tüzem van. Megmondottam, mindig tüzes van, hogy egészen megsajnáltam ezt a szegény Somát. Azt hiszem, hogy vásárolod néhány vitamint tőlem. Na, úgy gondolod. Én viszont maradok a régi módszer mellett, majd a paprikából vonom ki magamnak a C-vitamin. Mi van, Józsikám? Ide ért végre? Kicsoda? Gusti? Hát persze! Nyugodtan! Nyomom! Gyerekek! A Gusti van itt. Hát persze a szerelőnek sem volt. Miféle Gusti? Biztos láttad már, a lánya a csoportomban tanul. Annyian vannak abban a csoportban, hogy nem ismerhetek mindenki. Hát tudod, látod itt az eredménye, hogy olyan begubózva ez, alig ismersz valaki, pedig itt is van egy-két érdekes ember, például ez a Gusztisebb egy szakbarbár. Ráadásul még motora is van. Hát meg feleségem. Na, és hogy lakik ez a Guszti? Micsak! Micsoda véletlen, hogy kerültek ide, kedves? Irénkém, ugye még nem találkoztatok, ugye ti sem Márta. Kiskéró, nagykéró Márta, lakásunk benne is adott hozzánk. Szeretnék, hogy neked is adott egyet, maga lakást keresd. Megkövinek. Megkövinek, hajad úr. Vörös és fekete.
biztosan egy festőről szól. Hát nem egészen, ez egy romantikus fiatalemberről szól, aki még ugyan nem tudja, hogy mi szeretne lenni, de a hölgyek már nagyon érdeklik. Klapó. Elolvashatom? Ez a gyerek olvasni akar. Ilyet is régen halkaladában az ember. Gratulálok, kedves Körmendi úr. De ezzel a könyvvel még várni kéne egy pár évet. Hogy tudtak, akkor úgy valóan a férfiak. Üljenek csak le! Elnézést, kedves Emma, hogy csak így belontottunk, de nem akartam a színházban zavarni. Meg aztán ugye itt erre jártunk. Mondja Puszti nyugodtan, én remélem, nem kell zikkolózni. Hát csak azért ugrottunk be, hogy megmondjam, hogy nem fog a lányom többet a próbákra járni. Hogy? Nem jön össze, egyszerűen nem tudom megoldani. Átkerültem egy másik irodába, sokkal több a munka, fogalmam sincs, hogy melyik nap mikor érek haza. Nem tudom többet évvel bevinni a próbákra. De tudja rólam el, hogy minden megteszek érte mióta. Egyedül maradtam vele, de hát ezt egyszerűen képtelenség megoldani. Ön egyedül él? Igen, kérem, elváltam 4 éve és 2 hónapja. És Évi, te mit szólsz ehhez? Hát én mondtam magamnak, hogy nagyon szeretném folytatni, de sajnos nem. Pedig már meg is tanultam azt a verset. Melyiket? Hát amelyben a költő arról ír, hogy milyen volt gyereknek lenni a háború után. Tudom már, mi szegények voltunk akkor, de nekem meg volt mindenem. És nem irigyeltem másokat sem, mert egyenlők voltak vele. Nem hajszolt a téli reklám, hogy milyen hornikat vegyünk. Elég volt a fontos nacó, hogy boldogot tegyünk. Hittük, szerencsés korban élünk, mögöttük a háborús évek. Rommálit házak helyén épültek a szerény családi fészkek. A világból nem láttam sokat, mondták jobban, mint régen. És nem értettem a szülői szívkokat a sok esti beszélgetésen. De én éreztem, biztonságban vagyok. Álmomat vékony fénysugár vigyázza, apám anyám még ébren. Konyha fényei szülőnek szobában. Jó van, kicsim, ügyes vagy. De ki adta neked ezt a verset? Én. Milyen messze lehetsz te egyikről? Emma néni, mit jelent a foltos mackó? Hogy a gyereknek meg volt foltozva a játék? Nem. A mackó az nem valami játékállat volt, hanem hogy is mondjam csak. Jogging szerkó. De nem Adidas vagy Nike, hanem kiskófalasi kötött árugyár. 2 nap után már olyan volt a lábadom, hogy akár egy zsákpundit elrejthettél volna benne a térdekörön. Cool! Apa, nem tudsz nekem is egy ilyen mackónadrágot szerezni? Nem tudom, mit szólnának hozzá az osztálytársaid. Érike, szépen mondtad a verset, csak arra vigyázz, hogy a rímek nehogy énekésre csábítsanak, meg tudod, a vers nem más, mint egy kotta. A versmondón, vagyis, hát a versmondón múlik, hogy hogyan szólalhatja meg. Na persze, bocsánat, nem ezért jöttetek. Hát csak lenne valami megoldás. Ha ez a gyerek most abba hagyja a színházat, eltelik néhány év, és már beszélni is elfelek magyarul. Na higgyel, nekem sem mindegy, de hát tanulását az iskolában is. Hát igen. Ott megtanulja Dickinson-t, meg Milton-t, de hogy ki volt Kosztolányi, meg Örös Marti, azt nekünk kell megtanítani neki. Jó, tudom, meg az egy ilyen elérkezésre mennyivel szegényebb. Egyszer mindenki tudni akarja, honnan jött, miféle emberek voltak a szülei. Eljutod az embernek, ha tudja, hová tartozik, meg aztán azt sem mindegy, hogy mit raktározunk el itt belül. Egyszer Bernard Shaw-tól megkérdezték, milyen volt az estély, amin részt vett, ha arra untam volna magam, ha történetesen nem lettem volna, én is volt válaszolta. Hát igen, a művelt ember nem unatkozik, tudatlan meg csak néz ki a fejéből, szóval kellene a gyereknek a színház, még akkor is van történetesen. Nem lesz színésznő. Hát engem igazán nem kell meggyőzni. Menj felé is lapnak, kedves Gusztáv. Az északi sarka. Az északi oldalon. De úgyhogy minél nem találkozunk. Hát elég visszafogódva élek, csak a könyvtár meg az otthona.
Érdekes az ember mindig érdekes. Meglepetések. Én pedig már azt hittem, hogy minden csinos magyar nők ismerek a városban. Úgy értem futólag, hogy a kérdezés. Nem magyarázkodjon, kedves Gusztán, látjuk magát, hogy ma velem egy nagy szoknyavadász. Nagyon látszik. Irénke, te viszel! Megígérted néhány napja, hogy bejársz majd a próbáinkra. Megígértem volna? Igen. Irénke! Magát ennyire érdekli a színház. Én is oda vagyok mindenért, ami művészet. Évek halok mindenért, ami művészet. Kicsit röstelem is magam a kollégára is, amikor üvöltözve beszélik a tegnapi meccset. Bent a munkahelyen, be sem merem nekik hallani, hogy még tévé előtt otthon ülve sem bírok végignézni egy hoki vagy baseball meccset. Egyszerűen nem érdekel. Viszont egy jó színdarabot akár többször is megnézni. Ugye kislányom? Mi az, hogy apa a múlt héten nagyon volt a vállalati bankettről, mert bemutató volt a Playhouse-ban. Inkább a színházban ültök ilyen az ember, mint a papokban, nem igaz? A színházból még senki sem kapott mázsukort. Szélméről meg már nem is beszélnek. Nem is hinnék, kedves Gusztáv, hogy mennyire ritka manapság az a férfi, aki ennyire érdekel a művészet. Irénke, ha úgyis bejársz majd a próbáinkra, bevehetnéd ezt a kislányt, nem is kitérő neked, hiszen te is az északi oldalon laksz. Hát, ha nem vennék Gusztáv tolakodásnak... Én? Hogy mondhat? Szóval csak kérem Gusztinak. Én pedig hálából. Hát ez fantasztikus, ugye kislányom, micsoda meglepetés. Én pedig hálából elvinnám hétvégenként ebédre. Tudja, kedves Irény? Akarom mondani, Irénke, hogy milyen töltött paprikát tudok főzni, igaz, kislányom? De nem csak töltött paprikát, bármit. Volt időm gyakorolni. Nem fogod megbánni. Jó, köszi. Viszlát.
annyira szimpatikus nekem, hogy még egy kis kitérőre is hajlandó lennék. Jaj, hogy ez eddig, hogy nem jutott eszembe két magányos szív. Tudom. Attól féltem, hogy a gyerek nem örülne, ha felbukkanna az apja körül valaki, de úgy látom, tévedtem. Micsoda szerencse, hogy francia írókat olvasol, ez is olyan hadra van, mi? Na jó, most már tényleg indulhatnánk az uszodába, mert tele vagyok energiával. Azért én meg tele a pasasokkal. Hát ez még kicsoda, hát nagyobb forgalomban is, mint egy rendezőpályában. Biztos valamelyik szomszéd, it's open! Fontos volt, amúgy is. Hát, jó, siker maga alá, fontos. Látom, magának nem kell kaputelefon, egyébként pont két órában korábbra vártam. Már azt hittem, nem is jön. Te egy csokon, az a rugó miatt volt. Hát, ezt ismerem, mindig a forgalom a hibás. Ki beszélt itt forgalmi dugóról? A borsüveg dugójába szólt. Az ilyen kis mesteremben, ha még egy üveget csak tud kinyitni. Nagyon kinyákosak ezek az üvegek manapság. Azt hiszik, hogy távol tudnak engem tartani ezt a szexből. A nehézítik ki az üveget. Mint a gyerekek, de az orvosságos üveg tudja. Józsika, fogja hozzá, mert már nagyon szeretnék elindulni a barátnőmmel. Micsak, megnyitj ő! De szeretni az asszony ezt! De azért maga sem vetti meg, ugye Józsikám? Na, csak egy kupicával! Mondja Józsi, minek hozott létrát, nem éri fel a zuhany? Magának elmondom, minisztő drága. Maga mindig szeretett engem, mert nem akarom én magát átverni. Még megboldogult édesapámtól tanultam, hogy ha a kuncsakhoz megyek, vigyek mindig sok-sok cuccot. Sok cucc, komoly munka. Komoly munka, meg hát ugye... Na és még ugye volt? Csak megbődök rá, Gendmácska, csak megbődök. Józsikám, magának egy nagyobb létre kéne. Majd elfelejtettem. Itt van a sógorom tartó. Azt mondta, amikor megtudta, hogy magához jövök, azt mondta, hogy kérek magától olyan... olyan aláírásos fényképet. Írna egy pár sót, annyi helyen látta magát, úgy szeretem. Írjon egy pár sót. Magának mindent, Józsikám, hogy hívják a sógorát? Úrnak. Uzi, szép magyar név. Ehhez mit szólnál? Újnak, aki látott engem sok színdarabban, vidéken és Pesten, szeretettel Vári Emma. Teljesen oda volt, amikor megtudta, hogy magácska az jobb. Miért nem hozta magával? Választanom kell. Vagy ő? Vagy még be kell fejeznem, mert holnap nagyon vízi leszek. Fogolgoshoz megy. És az kétszer szokott fájni. Ó, szegény ember, hogy még kétszer? Hát egyszer, amikor kintom a szállam. Egyszer meg, amikor bukszálnak. Yes? Gyere csak, gyere! Olyan
mióta meglátott Balint Lilitből kijönni, pedig csak a színház számára vásárolt. Használhatunk kelléket. Szabad, itt már minden szabad. Én persze nem kerestem, elvégre
Ifjúság is van a világon, csak otthon bőgtem a csukott ajtón mögött, meg éjjel-nappal hallottam azt a lemezt, amit tőle kaptam születésnapomra. Úgy látszik, kicsit mazoista vagyok, még ma is emlékszem a dal minden sorára. Nincs meg már ez a lemez, ugye? Nincs, hát! De megvettem. Rekesre énekeltem magam. Azért milyen jó neked, Emma, a szerelmi bánatodon akkor kiénekelt magad. Én meg csak annyit tudok tenni, hogy levágatom, hogy átvesedem a hajam. Vagy esetleg veszek egy kicuki kicucot. Én meg halálra leszem magam, aztán böngészhetem a fogyókúrás könyveket. Ha én szerelmes vagyok, nem törődöm semmivel, akkor az Open House-nál akár cipővel is bejöhetem. Már három kockás fizettem. Mert annyi nő volt. Ó, dehogy. Egy nő, egy füzet. Nem is láttad? Nem. Én nem sokat utána eljöttem otthonról, persze, nem csak ezért, én sokkal könnyebb volt. De azóta már jártál otthon. Sose próbáltad megkeresni. A magány maradt egyetlen nélkül. Milyen szép szórú történet, olyan szórú, mint a vörös és fekete szamát. Hogy magány? Azóta kétszer voltál férni. Beszámítva azokat az éveket. És nem akarja látni? Mindegy, miről beszélgessünk? Az időjárásról? Lezártuk ezt már mind a ketten. Hogy hívták azt a statisztalányt? Nem emlékszel? Micsoda véletlen. Emlékszem a nevére, Bruckner Margit. Ilyen népen nem igazán csinálhatod magának karriert. Hát nem is. Felvette a Pünkösdi Macca művész nevet. Bences Károly nem egyedül van itt, hanem egy bizonyos Pünkösdi Macával. Igen. Akkor ez egészen más. Bizony. Csak nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy ne találkoztam. Művésznővel. Igazán kedvem szottyám találkozni ezzel a kedves házas párral. Macának ugyanis még más bűne is van. Hűha, egy igazi bűncselekmény? Számomra nagyon is az. Most már bevallottam. Nem tudtam annak idején megállni, hogy ne próbáljam meg felhívni Károlyt. De ő vette fel a telefont. És? Károly az enyém, fejesd el örökre. Ajánlom, ne is találkozz vele, még a színpadon se változtass pályát, úgyse lenne nagy kárjét többek. Tehetségtelen vagy! Ez a nő meg tud bennem bocsátani, de a színésznő soha! Hát ez vérlázító. Ez vérkívánt! Mi az arcátlanság? Eljött a leszámolás ideje. Tényleg most mi lesz? Párbajozni fog? Kétszeri golyóváltás a Stanley Parkban segédekre elsőjé! Közvetlenül a játszótér mellett! Kérünk! A 21. században élünk! Véletlenül tudom! Véletlenül! Na este az Imperial Hotelbájában lesznek. Oda várják a kanadai magyar producert. Ugye, ne bár, ők akarják megpújítani, hogy az asszonyka szerepelhessen az új filmjében. Szóval egy kis filmkarrier. Hánykor lesz a találkozó? Este 10-kor. Este 10-kor? Pontban szabad vagyok. Hogy hívják a producert? Valamilyen Deznek, akkor gondolom, hogy Dezső lehet. A Dez. Ismerős a név. Emma, lehet, hogy ez a Maca mégiscsak vitte valamire, és ingyes lett otthon. Egy ilyen nő mindenre képes, csak hogy írjanak róla az is. Mi történt, Józsikám? Nem, mi visztem? Én pedig köszönöm. Azt látom, Józsikám, magát ma már másodszor látom elázva. Híres lett ez a maca, akkor mit szóljak én? Perceken belül már a második fényképemet dedikálom.
kerül. Tehát ingyen van? Még annak a Mineral Waternek is olyan neve volt, mint valami francia örgrófnak. Remélem, hogy fizeti az a számlát az a Mr. Dez. Különben tönkre megyünk a kapcs megbeszélésben. Köszönöm, hogy nem lehetünk ilyen kicsinyesedik, hogy ilyen óriási lehetőség előtt áll. Jó. Nem jó. Nem jöttünk túl korán? Jaj, de szényeket egy ilyen fontos megbeszéléssel nem szabad elkésni. Majd eldöntöm jövőket és átveszik a legfontosabb dolgokat. Tudod, egy ilyen fontos megbeszélésről egyáltalán nem szabad elkésni. Az a fontos, hogy jó benyomást keltsünk. Ne ilyen. Jó, tudod, jó benyomást kell kelteni. Az ilyen belső találkozáson minden erdő merít. Majd elszapogatjuk ezt az izét, amit reggel a producer. Fáradt voltam, valami orosz klasszikus játszottunk, ugye mi más? A vállamon mintem az egész darabot.
És erre odaállsz elé este az a járdán, hogy te most gyöngyíkos teszel, és nem hallgatlak meg. És elkezdtél neki moféliát szavarni az éjszakába, én meg ott álltam a falán, majd elájultam, olyan fáradt voltam. Akkor is csak gondolombáskodni tudtál velem. Miért? Mert felajánlottam, hogy nem kell gyöngyíkos legyél, hanem majd megfordul a pillanatban, amit nem mondtam. Ez az a különösek, hogy különben is már jó párszor előjött. Tudod, apukám, egyszer meg is teszem, meglátod. Le kell csibennem jó reményeket. Sírnál utánam, az biztos. Ne jutott, hogy mindig úgy olyan vannak érted a nők. Megfigyeltél? Figyeltem azon a Garnélia partin. Nem Garnélia, Garden. Azon az azért. Láttam ám, hogy nem nagyon tudta tekötni a földvendégek érdeklődését. Jaj, ne rongáljál már. Valamelyik öreg magyar beszélgetett ott a többiekkel a vadászkalandjairól. Melyikről csatlakozni egy olyan társadalmáshoz, ahol valaki arról vesz, hogy hogyan kérde mészáron egy szegény hálószarvas. Látod? Mert nem is te vagy a téma. Nem arról beszélnek, hogy mekkora színész voltál odahaza. A társaságodban is csak azokról a teflonokról beszélnek. Nem teflon. Mufa. Azokról az izékről, és nem arról, hogy mekkora színész voltál. Beszek te. Te nem átaludtál Júlián szavarodásságot. A fene azt se értette, hogy miről beszélsz, a magyarul csak bármulta, a sokkalandai meg azt sem tudta, hogy mit kiabászott az erkélyével. De nem kiabáltam! Hát mit csináltál? Én szavartam! Ó, a Rómel! Te Rómel! Tagad meg a tárgy, s dobd el nevet! Hát a társaság nem is dobta. Magával, ő is. Én meg nem győztem szabadkozni, nem bírod az italt. Csak azt hiányozna, nem fogunk kifizetni százakat valami zebra becsináltért. Budapest.
Nagi Kovaxi van. Debora, nem találkoztunk mi már valahol. Nem hiszem, én nem szoktam elfelejteni azokat, akikkel találkozom. Tudja, nekem nagyon sok dolog össze-vissza, külföld meg itten. Én nem sok magyar találkozni. Thank you. Isten őriz, mi léte? So, szeretnék kapni gényisképet magyar művésznőtől. Tud mutatni nekünk valami special, your repertoire? Amit mond? Hogy játsszál neki valamit. Nem mondjuk, hogy nekem most itt játszanom kell. Még keveset ittál. Lássuk csak. A film story egy kis egyszerű színésznő, ki el akar venni férfit szerelmétől. A kis kezdő színésznő meg is szerzi férfit. És amikor beszél a másik nőbe a telefonon, nagyon megsérti szegény szerelmes asszony. Fúj, nekem ilyen utálatos nő kéne játszani. Fog ez menni, kedvesem. Igazán nem tudom, mit kéne mondanom. Csak saját szavai, csak mintha te mondanád csúnya dolgokat, kollégád, hogy nekinek szerelmét elcsapítottad. Igazán semmi sem jut az eszembe. Próbálj improvisation, az is mondja a magyar rögtönöz. Szóval, csinálj egy telefonjelenet, mondjuk én hívlak téged. Halló, Kovács Róza művésznő? Halló, téves kapcsolás? Nem téves, most te vagy Kovács Róza. Halló, szeretnék beszélni művésznővel. Halló, itt művésznő Kovács Róza. Ki keres? Csak egy szegény, szerelmes asszony. Elnézést, te szeretem a bőlegényet. Viszont hallásra! Nem. Úgy látom, kell egy kis emlékezet frissítő. Majd segítek, akkor halljuk ezt. Hogy is hívják a férjet? Károly? Igen. Ez a szöveg hogy tetszik? Károly az enyém. Felejtsd el örökre. Ajánlom, ne is találkozz vele még a színpadon sem. Változtas pályát, úgy sem lenne nagy kár érted, mert tehetségtelen vagy. Na hát én el sem tudom képzelni macát egy ilyen gonosz szerepben. Emma! Emma, te vagy az? Emma? Emma? Személyesen. Úristen! Jó estét mindenkinek! Nem zavarok? Kedves! Köszönöm, csak az elsőjének, ahogy kényelme. Köszönöm, a vérces Kármán. Jó, és ha ne jön hozzá. Emma, hogy vagy? Sikerült meglepni a régi barátokat? A jelet szerint nagyon. Ugyanis tegnap felhívott az Emma is arra kért, hogy jöjjek egy kicsit később, hogy tudjon egy kicsit hármastól beszélgetni a barátaival. De most már én is csatlakoznék a társasághoz. Pardon. Köszönöm szépen. Ismerik egymást? A filmszakma előbb-utóbb mindenkit összehoz. Dolgoztam már Emmával néhányszor. Na hát Emma, te ebben a városban laksz. Nem is tudtam volna semmit, csak azt, hogy valahol Amerikában élsz. Micsoda meglepetés. Én már nem hiszem semmit sem. Itt van ez a nő, bemutatkozik, hogy valami zsebóra, vagy debóra. Aztán itt az a panon egy producer,
magyarul. Emmát akár szólíthatják Deborának is. Az egész ország így ismeri. Azután a nagy sikerű tévésorozat után. Emora, Bloomingdale. Emora. Emma. Mondja. Producer maga egyáltalán. Ez nem paró! Bocsánat, Mr. Desk, kedves Desk, ne vegye rossz nyilat. A nejemet kicsi felkavarta ez a váratlan találkozás. Nap az örömé. Ami azt illeti, nem kell az embernek törni a magyart, azért, mert néhány évtizedek külföldön él. Ha most nem távozom azonnal, annak egyedül Emma az oka, akit első találkozásunk óta nagyra becsülök. Tényleg? Nem dolgoztunk mi többet együtt. Még nincs késő. Tudja, ami mondani valóm lenne, de, fel is akartam hívni, nem munkával kapcsolatban, mint magánemberként. De valahogy nem volt merszem hozzá. Mert ez érdekes. Mármint nincs oda. Hogy egy férfitől manapság ilyet hall az ember, megszoktam, hogy hajtóstól rontanak a házban, mert ugye értem az előtt. Én nekem annyi mondani valóm lenne, de igazán nem akarom elvonni a barátaitól. Nem azt mondtam már, hogy 20 éve nem látta őket? Ez így van, de akkor még igazán kibírnak 20 percet. Ez. Mondja, maga tényleg szokott gondolni rám. Tudná, hogy milyen megrögzött álmodozó vagyok. Szentül hiszem, hogy mindenkorban joga van az embernek lenni. Azt hiszem, egy-két dolgot itt meg nagyon tisztázni kellene. Elsősorban a hölgyek között. Na, Károly, jöjjön! Mi férfiak, járunk egyet. Legalább megmutatom magának a teraszról az éjszakai panorámát. Köszönöm szépen. Na csak jöjjön. Borucella, jöjjön! Nem vagy paci! Feltalálod magad. Nem vagy paci! Voltam mellette. Így végre okosnak érezhette magát. A férfiakban
Szükségük van arra, felnézzenek rájuk. És mit kapott tőled? Sikeres, elismert színésznő voltál a szakmában. Több is, mint ő maga. Sőt, okos is. Hát melyik férfi tudja azt elviselni, hogy kevesebbet érjen a feleségénél? És te azóta is játszod a butát. Megállás nélkül. Igaz, mostanában már gazíthatok egy kicsit. De ha valami értelmeset mondok, azt hiszem, hogy mellette kubálódtam ki. Persze, azért megmaradtam a butaliba státuszban. Mi a becenevem, ha nem vagy senki? Ne csigász, mond. Csacska, maca. És nem fáradtál még bele? Mondhatom, néha már alig bírom tűntöztetni magam, amikor olyan dolgokról magyaráz, amiket rosszul vagy hiányosan. Vagyom kérde, hogy elmélyedjünk a kocsival, mert bármig állítja, hogy ő emlékszik az útvonalra. Hiszi, hogy nélküle nem tudnék megállni a saját lábamat. Nagyhagyom abban a hitében, hogy ő irányítja a család életét, és ezzel boldoggá teszem. Micsoda trükk! De igazad van, ez is csak egy szerep. Ismertem feleségeket, akik például a végzett asszonyát játszották oda hozzánk. Ez nagyon eredeti, meg kell hagyjam. És hidd el, nem is úgy. Jane Mansfield is eljátszotta az a különbséget, hogy ő a riporterek előtt volt butaliba. Ha nem látta senki, hát már tudod, számító üzletasszonyát. De azért évtizedeken keresztül szerepet játszani valaki előtt. Azt mondod, csalás? Lehet. De kegyes csalás. És tudod, jó teszek vele. De azért, ha valamilyen komoly dologban kell döntened, csak engedheted meg magadnak, hogy rábízol mindent. Ez roppant egyszerű. Mondok egy példát. Ki akart kicserélni az autót? Az én szívem már egy világos zöld lett volna. Elkezdtem neki sikálkolni, hogy jaj, apukám, nehogy almazol lett válasz. No, már, hogy rögtön az kellett neki. Én meghagytam magam meghúzni. Így meglett az ő boldogsága is. De persze az enyém is. És nem is fejti, hogy nem ő irányít. Nem csak erről van szó. Ha kap egy hosszabb szerepet, akkor én elkezdek siránkozni, hogy jaj, apukám, hát ez képtelenség megtanulni. Erre ő csak azért is megmutatja, hogy képes rá. Akkor persze áldozom, hogy micsoda remek kóponya. Ha viszont egy szerepet, akkor sikítozok neki, hogy apukám sok a szöveg. Persze tudom az egészet kívülről még az első próba elő. Erre ő megpróbál segíteni a budácska asszonynak. Hát veszük a szerepet számtalanszor, és így megtanulja a saját szerepét is. Ügyes! Ügyes! És nem szólok rá, hogy 55-ször mesél ugyanazt. Múltkor például megkérdeztem tőle, hogy ki volt az igazgató Kecskeméten 25 évvel ezelőtt. Én nagyon jól emlékszem rá. Erre ő meg boldog, hogy megmondhatta. Manár Osszó. Azt meg ráhagyom. Osszó, te nagyobb színésznő vagy otthon, mint a színházban. Én már nagyon közel jártam hozzá. Tudod, a bolondnak szerencséje van. De. És nem buktál le még soha. Ez egy érdekes hálás szerep. Miért nem próbáltam ezt ki eddig? Mi megtetted? Igazad van. Egészségünkre. Megemésztik ez az ezer. Itt szassas. De mondd csak. Nagyon szeretted. Hát, nem is tudom. De a tény az, hogy akkor nagyon fontos volt nekem. De lehet, hogy csak a hiúságomnak. Fiatal voltam, szeretni akartam. Láttam a hibáit, de ha az ember elhatározná, hogy csak a tökéletes férfibe lesz szerelmes, azt hiszem, sose ismerné meg ezt az érzést. Minden a segítségemben volt. A tavasz, a fiatalságom, azok a gyönyörű dolgok. Az a néhány felhőtlen pillanat. Azt hiszem, ilyenkor nem is valaki
valakiben, hanem inkább csak a szerelemben vagyunk szerelmesek. Itt el nekem még ma is lelkiismeret fordulásom van. Úgyhogy én már rég nem rágódom a múrikon. Na, minden készítettem egy kis számmentést, és bizony meg kellett vallanom magamnak, hogy nagyon sok érdekes dolog történt vele, mióta szakítottunk Károllyal, illetve te szakítottál helyette. Igazán? Megéltem két házasságot, és bejártam a félvilágot, azt hiszem elég kárpótlási kapcsolatért. Hát, tudod, mi nem utaztunk annyit, de ennek ezt nem kell magyarázni. Én is elgondolkoztam rajta, hogy alakulhatott volna az életem másképp is, de már beletörődtem. Egyébként nézd csak ide. Itt vannak a fiaim. Látod? De arra már hívd az Isten. Klassz srácok mi? Megjegyzem, egyik sem akar színész lenni. Te ide nézz. Ezek meg az én gyerekeim, mind a harc. Édes, megjegyzem, mind a 30 színész akar lenni. Kedves művésznő, szabad egy táncra? A szalonban kellene zenét játszanak, és szerencsére nem túl hangosan. Tánc közben megbeszélhetnénk egy-két részletet a munkával kapcsolatban is. És hova néz? Az éjjárást és a páratartalmat nem értsük meg. Na ki vele? Miért gondoltad akkor, hogy nem érdemelnék meg legalább egy búcsú levelet? Jaj. Én egyszerűen csak gyára voltam. Attól féltem, hogy a kapcsolatba lépek veled, akkor nem lesz elém elhagyni téged. Miért volt olyan életbe vágó, hogy elhagy engem? Emma, én nem bírtam már a tempót. Te megállás nélkül filmesnél. Én sorra kaptam az ajánlatokat ebbe a színházba, abba. Ilyen főszerep, olyan főszerep. Éjszakában át magoltam a szöveget, mint az őrült. Emlékszem, hogy segítettél. Te persze egy hét után tudod az egész repertoár kívül. Én meg csak próbáltam megfelelni. Igaziból, én egy kis nyugalomra vágytam már. Egy kis csendes esti sörözgetésre a kert helységben. Minden este a színház. Mire hazajöttem, már a kerthelység bizárom. Károly, neked azok a színdarabok, meg azok a filmek a népszerűséget jelentették. Sokra mentem bele. Már nem tudtam belőle nyilvános helyre. Mindenki azt figyelte, hogy mit csinálok. Megittam valahol három fröccsöt, másnap már az egész város arról veszik. Hogy minket kellene alkohol? Azok országvilág szem előtt él. És legalább megkaptad, amit akartál? Hát mit akarás? Ma már kimehetek az utcán, és nem rohannak meg az autóban. Akkor tehát boldog vagy? Hát, az az igazság, hogy így sem. Bár az azt, hogy nem alszolna. Csacska macon. Hogy mondod? Semmi. Csak folytasd. Tudod, macsa elfogadja azt, amit nyújtok neki. Sőt, igényt is, hogy vezessen kézen fogva, mint egy gyermeket. Ő nem tudna megállni egyedül a saját lábán. És nagyon hálás nekem, hogy a családok dolgait én intézem. Nem haragszom engem. A fiaimon viszont látom, hogy büszkébek lennének rám, hogy többre vittem volna a színpadon. Károly, te olyan vagy, mint egy cirkuszi jeges medve, aki hazaváljuk, de mikor végre visszaszállítják az északi sarkra, ott meg rettenetesen fázik. Jaj, majd! Mi van te vele? Én ide át is megpróbáltam nevet szerezni magamnak, de ez meg azt jelenti, hogy szép lassan elfelejtenek otthon. És mi van ezt a családban? Férnél? Hát dehogy. Tudod, nem menekülnek a férfiak. Túl magas a mérce. Hát hallod, te semmit nem változtál. Te sértegetsz.
Csak nem azt akarod mondani, hogy 26 évvel ezelőtt ugyanígy néztem ki, mint most. Hát hallod, nekem még mindig ugyanolyan vagy, mint annak idején. Károm, hogy itt az ideje, hogy másik szemüveget váltok. Szemüvegén is lágereik. Volt egy párat biztos. Kedvenc személy. A pilóti tulipá. Nem ismerem én. A füleni cigár. Nagy
like 5 more minutes. Miért nem lettél valamit? Miért? Nem találtam kívánni egy világos. Tényleg? És mi újság, Emma? Tisztán szeretném megkérdezni, hogy mi újság tisztáztuk a dolgokat, és végül megbocsátottam. Szóval akkor neki is mikor lesz számolás. Ugye, hát akkor mi mesélek majd a barátnőnek? Használd csak nyugodtan a fantáziád, ahogy eddig szoktad. Szóval meghozták a bűnöket, megtörlés nélkül. Mindjárt jövök, csak előbb vissza kell mennem. Rég nem látod ismerősök? Igen, nem is tudom hány órája nem találkoztunk. Miért nem mondja nekik, hogy esetleg csatlakozzanak hozzánk? Már hat nincs önök neki fogadni. Nem, hát kicsit gyakorolhatom az angolt. Por favor! Waitress, champagne for everyone, please. Fontos bejelenteni valamit. Miszerint mind a két magyar művésznő szerepet kapott az új koprodukcióban. Ha minden tervek szerint megy, akkor már jövőre ez a műalkotás a mozikon lehet, amelynek munkacíme Buy One, Get One Free. Thank you.
okos, intelligens partnerre vágytam. Meg fogja bánni, nem sajnálod, hogy nem próbálhatod ki a módszeremet? De eznél nem szabad utának lenned. Azt hiszem, még várhatok vele. Tudod, butulni sohasem késő. Köszönjük a tapsot, és hogy ismét ilyen sokan eljöttetek és megtiszteltetek bennünket a figyelmetekkel. Mielőtt még elkezdeném a beszédet, szeretném behívni Ball András törvezőnket és szíven szeretném név szerint is bemutatni a színészeinket és a stábot, de hogy ne csak mindig én beszéljek, megkérdezném, hogy van-e valaki a szereplők közül, aki meg szeretné osztani a gondolatait velünk. Gyöngyök, kacajok, könnyek. Igen, hossz, három felvonat. Azt hiszem, hogy mégiscsak én folytatnám. És akkor kérem, hogy fogadják szeretettel még egyszer a darab szereplőit. A Horváth Alíz, Vitor Burgár, Horváth Rozi és Bogdán József. Csodálatos hangú Nagy Marianna énekelt nekünk. Pincéreink Arany János és Csicsman Ildikó.
Gergő Péter. Szabó Otto. Koszorús Görtön Szigeti Dávid. Producerünk Olli Attila. A tinédzser, aki olvas, Kalmár Márti. Szenáki Ági, a cukis kis cuccaiban. Ha bárki lakást szeretne venni, keresem volna Ágival. Csapolni kell, akkor pedig Molnár Lászlót. A jó barátnőnk Horváth Anna. A magyarországi színészünk Párdányi Miklós. Pacska Maca, Horváth Bibitta. Végül a csodálatos dolg, Andrea. Most még egyszer, aki a darabot megálmodta, megírta, aztán átírta, aztán megint átírta, aztán megrendezte, és aki az elmúlt 4 hónapban ülve aludt, Balla András. Ezen kívül nagyon szeretnénk megköszönni mindenki másnak, aki a technikai dolgokkal segített nekünk. Horváth Zoli segített a hangarosság változással. Nagyfejé dolgozott még egy kicsit a hangon. Dobosné Lávon Andrea, aki nagyon sokat segít a felkészülésnél, illetve a szólással. Köszönjük. Horváth László és Molnár László a videósok. Nagyon szépen köszönjük a felületet. Elkezdődöm a kényi természetesen. Jegyeladással Hírsica, Farkas Tíma és Szamos közüttünk. Köszönjük szépen a Faragó Házas Párnak a Tina Bartonát! Még egy szóra, mivel át lett írva egy párszor ez a dolog, úgyhogy ha valaki el akar még holnap is jönni, mert lehet, hogy még átírja egy hogy eljöttetek, és reméljük, hogy jó szórakozott mindenki.